Köszöntöm a Cikádó magazin nézőit! Szeptember végére befejeződik a Bátaszéki Molyhostölgyhöz vezető út felújítása. A tavalyi esőzés után jelentős károk keletkeztek az úton, a város úgy döntött, még a szüret előtt felújítják. Ezek a felvételek tavaly júliusban egy esőzést követően készültek. A Molyhostölgyhöz vezető utat rongálta meg a hegyről lezúduló eső. Az út szegélyét fél kilométeren keresztül görgette a víz, és tette szinte járhatatlanná. Az én területemben, amelyeken dolgozok fent, ott 80 millimétert mértem. Itt pontosan nem tudom, hogy ezen a szakaszon mennyi volt, de nyilván itt áramlott le a csapadék közel 20 perc leforgása alatt. Sajnos látjuk az eredményét. Az önkormányzat azonnal pályázatot nyújtott be a Viszmajor keretre. Az Európai Évfájadíj és a megyei Évfájadíj várományosához vezető út jó minősége fontos turisztikai szempontból. Arról nem is beszélve, hogy 30 szőlős gazda ezen az úton tudja csak megközelíteni a birtokát. Hát az élet kényszerítette ki az útnak a felújítását, hiszen tavaly egy villám eső következtében igen komoly károkat szenvedett a Molyhostölgy út. A nagy mennyiségű csapadék megbontotta a pálya szerkezetet, és hát, mint az korábban tudósításban is látták, a bátaszékiek igen komoly mennyiségű építőanyagot vitt le a dombnak az aljára. Akkor a város úgy döntött, hogy egy Viszmajor pályázatot kíván benyújtani, mely elbírálásra került, és pozitívan került elbírálásra. Mintegy 9,6 millió forint támogatásban részesült a város az útnak a helyreállítása érdekében. Döntöttünk is arról, hogy ezt amilyen gyorsan csak lehet el kell végezni, és ez a 9,6 millió forint, az egy 4 millió forint önkormányzati önerőt is biztosítottunk. Fontos az út két szempontból is ennek a helyreállítása, egyrészt ugye hát a Molyhostölgy megközelítését szolgálja, másrészt egy nagyon fontos mezőgazdasági betakarítási útvonalon van, és hát igyekszünk, és a kivitelező is erre tett ígéretet, hogy a munka megkezdése előtt lehetőség szerint a munkálatok be is fognak fejeződni, hogy zavartalanul lehessen a mezőgazdasági terményeket elszállítani a termőterületre. A szüret egy fontos feladat a termelők életében. Igyekszünk, hogy itt lehetőség szerint szeptember közepére már zavartalan közlekedési feltételeket tudjunk biztosítani. Könyves Krisztián, a kivitelező vezetője azt mondta, az utolsó pillanatban voltak, mielőtt az őszi esőzések újabb, a mostaninál komolyabb károkat okozhatnának. A probléma igen jelentős volt, de nagyjából ezt mutatta a kép, tehát amire számítottunk, az lett a valós probléma is. Durván 420 méter hosszban a teljes pályaszél károsodott, teljes szerkezetében, ezért vált szükséges a teljes hosszban a teljes pályaszerkezet elbontása. Végig új vízelvezető szegély építése készült, illetve fog készülni. A kivitelezést próbáljuk meg úgy ütemezni, hogy a mezőgazdasági forgalmat a lehető legkevésbé akadályozzuk, és terveink szerint szeptember közepére be is fejezzük ezt. Hát a károsodás tovább folytatódott volna, és a meglévő pályaszerkezetek is a következő csapadékok alatt károsodhattak volna. Mindenképpen muszáj volt ez a beavatkozás. Ez azt hittük, hogy beszakadt volna az út? Előfordulhatott volna, igen, egy komolyabb alámosást követően lokálisan beszakadások keletkezése. Ez egy vízlevezető terület, magát a vízlevezetést az út szolgálja, és amikor ennek a széle nincsen megfelelően kialakítva, akkor könnyedén előfordulhat nagyobb csapadékoknál ilyen jelentős alámosás. Az út építésével párhuzamosan az alsó szakaszon a vízelvezető árkokat is rendbe tetette a város. Amellett, hogy ugye ezen a fenti szakaszon elvégezzük itt az útpályának a szélesítését, a tavasz folyamán már a vasúti töltéstől, vagy a vasúti hídtól a város irányába első részen is végeztünk saját forrásból karbantartási feladatokat, hiszen kitakarítottuk azt a vízelvezető, szilárdburkolatú vízelvezető árkot, ami gyakorlatilag lefelé egy gyorsabb lefolyás biztosít a csapadék számára, illetve a befogadó árokig a már időközben feltöltődött földárkot is megástuk és elvezettük odáig. Így biztosítjuk, hogy a hegyről levezető vagy lefolyó csapadék az minél gyorsabban tudjon eljutni a befogadó irányába, és mint ahogy említettem, ez saját forrásból mintegy 900 ezer forint költségen valósítottuk meg már a tavasz folyamán. A fönti szakaszon
ezzel a megoldással, amit most kitaláltunk, hiszen ez egy betongerendás, kiemelt szegélyes megoldás, egy irányított vízlevezetés fog történni, ami úgy gondolom, hogy betölti majd azt a funkciót, ami fontos, és megakadályozza az alámosást is. A lenti szakaszon, a kritikus részen ott szilárd burkolatú árok van, lefelé pedig egy szikkasztó földárok egészen a befogadóig. Ez úgy gondolom, hogy egy rendszeres karbantartásra megoldja majd a hegyről lefolyó csapadék vízelvezetését. A héten már rendes tanítás vette kezdetét az iskolákban. A második Géza gimnáziumban a szokásoknak megfelelően a becsengetés előtt a leendő elsősök egy szecskatáborban ismerkedtek a leendő osztálytársakkal és az iskolával. Most még gondot okoz az osztálytársak neveinek megjegyzése, de gyaníthatóan néhány hét, és mindez már a múlté lesz. A második Géza gimnáziumban hagyomány már, hogy mielőtt megszólal először a csengő, a leendő elsősök, most két osztályi gyerek, megismerkedik a helyjel és mindazokkal, akik meghatározzák majd mindennapjaikat. A nyüzsgés és a megszeppenés egyszerre látszik a lurkók arcán. Kicsit már kezdenek feloldódni, mivel már egy órája itt vannak, meg már beszélgettünk, most már kezdik magukénak érezni a területet, úgyhogy most már szerintem a nyüzsgés is benne van. Összeismerkedjenek a leendő tanáraikkal is, meg magával az iskolával is, meg hát az osztálytársak egymással is, hogy ne úgy induljon az év, hogy mindenki csak ott túl, aztán azt se tudja, hogy hova tartozik. Tehát egy kicsit magukénak érezzék ezt az iskolát. Ismerkedő játékok, bizalomjátékok, ilyen kommunikációs játékok, és a második napon pedig ismerkednek bátaszékkel, ilyen feladatlapszerű játékkal, illetve hát akkor megkapják a tankönyveket is, meg diakigazolvány, tehát egy-két ilyen adminisztrációs dolgot is el tudunk intézni. Mivel itt lesz a Géza nap, a bornapok alatt, tehát már Géza nap, tehát a felvonulás, a koronázás, tehát azon ők már szerepelnek, úgyhogy az már teljesen a jövő hét meg erről fog szólni, hogy ruhát próbálunk meg, megnézzük, hogy mi lesz a mi feladatunk a kicsiknek. Az a tapasztalat, hogy egy hónap kell, mire igazi gézásnak érzik majd magukat, és ehhez a tábor, na és a gézanapok jelentősen hozzájárulnak. Most azonban még csak az ismerkedésnél tartunk, a szecskaavató meg a szecskabál, ami a vízválasztó a kérdésben, még arrébb van. Innen tudjátok megtalálni az egyik legfontosabb helyünk, ez a titkárság. Ugye itt a titkárságon, mindjárt be is mutatom nektek, gyertek nyugodtan be, ugye itt Edina néni, gyertek nyugodtan be, arra is be lehet menni, jó, mindenki térjen be. Sümegi József igazgató sokadik szecska táborán van túl. Olyan hagyomány ez, melyet őrizni akarnak, mert érzik a hasznát. Én azt gondolom, hogy a hagyományok azok elsősorban az összetartozást segítik. Ez a szecskatábor is azt segíteni elő, hogy a gyerekek, amikor szeptember 2-án megérkeznek, akkor egy ismerős környezetbe érkezzenek. Egyrészt megismerkednek az iskolával, egymással is, és olyan fontos információkat kaphatnak ebben a szecskatáborban, még a településsel is megismerkednek, tényleg a teljes iskolai hagyományokkal, amelyek elősegítik azt, hogy könnyebben induljon a tanév. A gyerekek lélekben már eljutottak a gézásságig. Még néhány nap, és már nem lesznek riadszebű szecskák, a város és az iskola befogadja őket. És ha már a második Géza gimnáziumról esett szó, Tóna megye napján Babics díjat vehetett át az iskola igazgatója, Sümegi József. Otthona bátaszék, valamint az egyház és Tolna megye érdekében végzett önzetlen és kimagasló helytörténeti, értéktárbizottsági, képviselőtestületi, oktatói, kulturális és identitást erősítő tevékenysége elismeréséül Babics Mihály díjban részesül Sümegi József. Az a fajta tevékenység, oktatási, kulturális, tudományos tevékenység, amelyet
én most végzek, az valahol a gyermekkoromban, a neveltetésemben, az érdeklődésemben, érdeklődési körömben gyökerezik. Aztán ehhez nagyon sokat tett hozzá a sokat tettek hozzá az én középiskolai tanáraim is, akik bennem élnek, illetve azok a szakemberek, akikkel az egyetemen találkoztam. Nem csak az egyetemi tanulmányaim során, hanem utána én jó néhány évet Szegeden dolgoztam még. Először az egyetemen, utána a Juhász Gyula tanítóképző főiskolán, és onnan kerültem Bátaszékre. Itt a gimnáziumban az igazgatói, tanári feladataimat tartom elsősorban a legfontosabbnak, de mellette ebben a közel 30 éves időszakban én mindig nagyon fontosnak tartottam azt, hogy Bátaszéknek a gimnázium ne csak azt jelentse, hogy van egy középiskolája, hiszen itt ezen a településen egyetlen középiskola, hanem ez legyen egyfajta kulturális, tudományos műhely is. Ezért szerveztük meg a tudományos diákkört, ezért voltak itt, többször voltak nagyon jeles konferenciák, köteteket adtunk ki, tehát ez mindennek a része. Helyi plébánossal is nagyon szoros kapcsolatot, mondhatnám, hogy baráti kapcsolatot ápoltam szinte kezdet óta, és amikor ő megbetegedett, akkor jött a gondolat, hogy kellene segíteni, esetleg egyházi vonalon is, és akkor kért először nekem egy áldoztatási engedélyt, majd pedig elvégeztem a teológiai képzést, és így 2003-ban szenteltek állandó diakonussá, így 2003 óta ezt a feladatot is csinálom, hogy az iskolai tevékenység és a tudományos kulturális az marad a hétre, és akkor az egyházi tevékenység pedig általában a hétvégére. Én azt gondolom és úgy látom, hogy ezt érdemes volt így végezni, így csinálni, hiszen így visszatekintve az ember évtizedekre látja azt a fejlődési folyamatot, amelyen ez az iskola is, illetve ez a település is keresztül ment, és ez mindig úgy jó érzéssel tölti el az embert, és ez ad egyfajta lelki erőt ahhoz, hogy tovább tudja csinálni. Nagyon meglepődtem, de nagyon örültem neki. Főleg az volt az örömömnek az oka, hogy nem tudtam, hogy kiterjesztett föl, tehát így valóban ez az öröm teljes tudott lenni, és nagyon szépen köszönöm. Péntektől ismét sok látogatóra számítanak Bátaszéken, hiszen kezdetét veszi a 4. Bátaszéki Bornapok. A rendezvény most már a szokásos menetrend szerint zajlik, így pénteken már dübörögnek a zenekarok a rendezvénytéren. A tavalyi bátaszéki bornapok egyik sztárja a Lord zenekar volt, akinek koncertjére a környékről is ideutaztak a rockzene barátai. Mert hogy a 4 éve futó rendezvény első napja mindig a keményebb műfaj barátainak szól. Nem lesz ez idén másként sem, hiszen kialakult el alatt az idő alatt egy jól bejáratott forgatókönyv, melyben csak, idézőjelben, a szereplők változnak. Már csak néhány nap is kezdetét veszi az idei rendezvény. A tér átalakításán, kialakításán, szépítésén dolgoznak a szakemberek. A program kész, mindenki kedve szerint sem egészhet belőle, hiszen minden korosztály és ízlés talál magának valót benne. 4 évvel ezelőtt, amikor elindult a program, akkor igencsak remegőt érdekkel álltunk ott az első napon, hogy vajon hogyan fog sikerülni, hogyan fogják fogadni majd a bátaszékiek, vagy a település környékén élők. És már az első rendezvény után az a visszajelzés jött, hogy igen, erre szükség van. Ezt igénylik a bátaszékiek, igénylik a bátaszék környékiek. És szépen lassan a 4 év folyamán sikerült egy olyan fesztivállá felfejleszteni, ami tényleg egy együttérzésről, egy közösséghez való tartozásról, egy nagyon jó hangulatú rendezvényről szól. Sikerül évről évre olyan programokat, fellépőket idehozni Bátaszékre, ami kiszolgálja a Bátaszék és Bátaszék környékét igényeit,
a 18 éves korosztálytól egészen a 99 éves korosztályig, hiszen mindenféle zenei műfajban láthatnak fellépőket. Nagy összefogás kellett ez a rendezvényhez. Összefogás egyrészt a város lakók részéről, a szervezők részéről, hiszen egy ilyen háromnapos rendezvény nem kevés munkával jár, de a visszacsatolások azok mindig új erőt adnak a rendezvény megszervezéséhez. Összefogás kell az anyagiak megteremtéséhez is, mert nem olcsó egy ilyen rendezvény, de bátaszéki vállalkozók első szóra jönnek és támogatják ebben az esztendőben is közel 30-an ezt a rendezvényt, tehát anyagilag is sikerült megmozdítani a települést. És hát ugye ez alapvetően a gasztronómiáról, a bor gasztronómiáról szól. Ugye Bátaszék a szekszárdi borvidék egyik meghatározó térsége, hiszen nagyon sok szőlőültetvény található itt. Talán azt lehet mondani, hogy a szekszárdi borvidék kétharmada a bátaszéki hegykőség területén van. Célunk ezzel is az volt, hogy a bátaszéki borászok számára adjunk egy újabb megjelenési lehetőséget. A bátaszéki borokat és természetesen a szekszárdi borvidék borait próbáljuk egy kicsit még jobban népszerűsíteni. És úgy gondolom, hogy elértük azt, amit szerettünk volna a 4 év folyamán. Egy olyan rendezvény, amit a bátaszékiek is nagyon szeretnek, de egyre többen látogatnak ide megyéből, sőt a megyehatáron túlról is. Gasztronómiai szempontból is tökéletes, és a kicsitől a nagyig mindenki talál magának valót. Pinteken este kezdődik a dübörgés, idén is különleges fellépővel. Ebben az esztendőben is velünk lesz az Idióták nevű zenekar, illetve hát a nagy duranás és produkció az Attila Fiai Társulat lesz. Ők azok, név szerint mondjuk, hadd soroljak néhányat közülük, Rudán Joe, Kalapács József, Varga Miklós, Szűcs Antal Gábor, a Kormoránból, a Fél Együttes, a Női Gárda, akik a legnagyobb rockballadákkal fogják szórakoztatni a közönséget, de a Neon Verebek 24 órától kezdődő jamboriára is szeretettel invitálunk mindenkit. A szombat első része mindig a folkloré és a hagyomány őrzésé, ennek megfelelően a bírói pár kikérését követően a szüreti felvonulásra számíthatnak a bátaszéken élők, illetve a városba a bornapokra érkezők. 15 órakor a Romkertben kezdődik meg második Géza koronázása. Én azt gondolom, hogy ez egy irtozatosan nagy kuriózum, és szívből ajánlom és barátsággal mindenkinek, hiszen korhű jelmezekbe öltözve, korhű szövegekkel, zenével idézzünk meg a középkorból egy olyan jelenetet, amelyet élőben szerintem az emberek zöme nem látott. 16 órakor veszi kezdetét a színpadon a programsor egyébként a szombati napon, és a folklór elemeket követően olyan fellépők lesznek a vendégeink, mint Pál Dénes vagy Tolvaj Reni, és a szintén zenei tehetségkutatóból ismerős Gál Csaba Bugi fogja elhozni a zenekarát, akik pedig hajnalig tartóan húzzák a talpalávalót. A vasárnap a Star Dumpingé, először a Best Street Team cineresztés csapata fogja szétrobbantani a színpadot, majd szintén a rendezvény hagyományaihoz hűen a retro jegyében hódolunk egyébként a régi idők zenéjének, ezzel is igyekezvén megszólítani az idősebb generációt. Ebben az évben a bátaszéki bornapokon az Apostol együttes lesz a vendégünk a retro jegyében, majd szintén jön a Star Dumping, méghozzá Janicsák Vece és Kökény Attila személyében, de azt gondolom szintén garancia lehet a jó kedvre és a jó hangulatra a vasárnap este 8 órakor kezdődő Molnár Ferenc Karamell élőzenés nagy koncertje. Pénteken délutántól tehát 3 napig mindenkit vár bátaszék a 4. bornapok rendezvényén. Országos autós versenynek adott otthont bátaszék, s még mielőtt bárki komoly versenyre gondolna, ez amolyan sétakocsikázás különleges járművekkel. Az országot körbejáró program a vezetés élménye mellett kulturális kirándulás is. Volt itt Corvette, Bugatti, Bogárható Volkswagen, és hogy a keleti blokk sem maradjon ki, egy eredeti alkatrészekkel működő Lada is. A túra a sétaautózás mellett egyfajta kulturális kirándulás is, mondta Dózsa György szervező, hiszen az állomásokon érdekességeket is megtekinthettek az indulók. A legfontosabb célja az, hogy körbeautózzuk Magyarországot. Én úgy tudom, hogy ilyen rendezvény az elmúlt években nem volt, hogy egy 1700 kilométeres túrán néhány nap alatt egy társaság körbe menjen Magyarország határa mentén, és közben olyan kulturális látnivalókat nézzen meg, mint várak, kastélyok, történelmi emlékhelyek, amelyek útba esnek, és igazából itt az autózáson kívül a
az országunk kulturális megismerése a fő cél. Bárki elindulhatott a rendezvényen, semmilyen megkötés nem volt az autókkal kapcsolatban. Két kategóriát hirdettünk, 20 évnél fiatalabb autók és 20 évnél idősebb autók. A túra két futamból áll. Májusban indult az első, és most ez az őszi kör. Az indulók jelentős része ugyanaz. Azon kívül, hogy mindenkinek nyilván nagyon nagy élményt jelent az, hogy egy ilyen autóval körbe mehet Magyarországon, ilyen távolságot, de igazából a kultúra az a lényege. Bármilyen olyan látnivaló, ami nem a szokványos, tehát egy kicsit újat szeretnénk mutatni, és ezért vannak benne olyan pontok is, amik talán az ilyen szervezett túrákban nincsenek benne. Most az első megállónk az Sátorhelyen, ugye a Mohácsi történelmi emlékhely, ami nagyon aktuális, hiszen ma van az évfordulója, ahol egy emlékkoszorúzás is lesz. És aztán megyünk tovább, Villányt nyilván nem lehet kihagyni, és utána elmegyünk Újpetrire, a Traktormúzeumban, aztán Siklós, és akkor így tovább, szépen Esztergomig, szombaton fogunk Esztergomba érni. A viadalon 17 autó indult el, és élvezte az utat, Magyarország kulturális sokszínűségét, és a nézők kíváncsi tekintetét. Mert hát mindannyian büszkén ültek, nem mindennapi gépjárművükbe. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!